Nagykanizsán indították a 25 év az Omegában turnét. Szekeres Tamás és zenésztársai szombaton a református templomban a legendás zenekar számos szerzeményét adták elő instrumentális formában. Az Omen és a Senator zenekarokban is megforduló zenész 1994 és 2019 között kísérte az Omegát 12 lemezen, valamint számos nagyszabású koncerten. Szekeres Tamás legutóbb 3,5 éve állt színpadon, így a mostani turné célja a pályafutásának folytatása. A repertoárban két komoly zenei részlet és egy saját szerzemény is szerepet kapott, ám a műsor nagy részét az Omega feldolgozások képezték. Tanakodtunk, hogy milyen legyen a turnénak a műsora, így magunk között megjegyzem, hogy eredetileg én az oratóriumot szerettem volna egy az egybe eljátszani, tehát az első nótától az utolsóig, de hát sokat tanakodtunk, és amikor Andris meghallotta a Gamma Polis instrumentális feldolgozást, akkor mondta, na ilyen lesz az egész lemez, ilyen lesz az egész turné. Én ennek nagyon örültem, már korábban is csináltam ilyen Omega feldolgozásokat, például a Fekete Pillangó ebből a műsorból, az 2015-ös. A koncerten olyan Omega slágerek hangoztak el instrumentális formában, mint a Fekete Pillangó, a Gamma Polis első és második része és a Nyári éjek asszonya. A koncertsorozat Trunkos András ötlete volt, a legendás zenekar menedzsere szerint Nagykanizsán méltóképpen sikerült megemlékezni Kóbor Jánosról, Benkő Lászlóról és Mihály Tamásról. Olyan jó ízzel tudja játszani ezeket az Omega dalokat, hogy én amikor hátul leültem és becsuktam a szemem, akkor én láttam a Kóbort, meg láttam a Benkőt, meg a Mihályt, mert ugye ennek a turnénak az a címe, hogy Benned szól a dal. És ez onnan jött össze, hogy akárki játszott Omegát manapság, és akár melyik énekes szólalt meg, az nekünk olyan furcsa volt. A Tamáséknál próbán éreztem először azt, hogy ha becsukom a szemem, akkor mintha itt lennének a srácok. Na most ebben a templomban, itt most ugyanezt éreztem. A gitárművészt Pleskó Béla ütőhangszereken, Herbály Péter dobon kísérte, utóbbi zenész a turnémenedzseri feladatokat is ellátja. Bízunk benne, hogy novemberben a belvárosi nagy templomban is tudunk játszani. Az egy nagyon szép nagy templom, és aztán még így advent környékére is már vannak tervek, hogy ott minden hétvégén játszunk. Hát nyáron meg ugye a nagyobb színpadokon szeretnénk szerepelni, arról most nem tudok biztosat mondani, de megvannak már a tervek, de még nincsenek a szerződések aláírva, úgyhogy ezen dolgozunk. A Benned szól a dal alcímet viselő turné következő állomása mezőtúr lesz. A Nagykanizsai koncertről bővebben beszámolunk későbbi magazin műsorunkban.